Parlamenti vizsgálóbizottság megalakítását kezdeményezi a Demokratikus Koalíció annak felkutatására, hogy egyes földpályázatok elbírálásakor milyen érdekek érvényesültek. Varjú László pártigazgató ezt Ángyán József kijelentései miatt tartja indokoltnak. Ahogy arról az ATV híradója elsőként beszámolt, a fideszes politikus a mezőgazdasági bizottság ülésén védhetetlennek, elfogadhatatlannak nevezte bizonyos földpályázatok eredményét és átláthatatlannak a pályázati rendszert. Varjú László szerint Ángyán József szavai alapján világos, hogy a Fidesz korábbi ígéretével szemben nem a kis gazdaságokat segíti, hanem saját érdekkörét juttatja termőföldhöz. Ennek hátterét a pályázatok elbírálásának szempontjait szerintük fel kell tárni.